Szeretettel köszöntöm a Világnézet hallgatóit, Éva Natália vagyok, és tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, dr. Tomolya János terrorizmus szakértőt. Üdvözlöm, köszönjük, hogy ismét fogadja a hívásunkat. Nagyon szívesen, szép jó napot kívánok mindenkinek. Mielőtt belekezdenénk mai témánkba, arra kérem a kedves hallgatókat, hogyha még nem tették meg, iratkozzanak fel a Hit Rádió YouTube csatornájára, amelyet már több mint 90 ezeren követnek, illetve a csengőgomb megnyomásával pedig értesülhetnek friss tartalmainkról, és akkor térjünk rá a mai témánkra. Vasárnap érkeztek a hírek, hogy aznap hajnalban az izraeli légierő megelőző csapás mérte a Hezbollah állásaira Libanon déli részén. A terrorszervezet pedig ezt követően drónokkal és rakétákkal támadta Észak-Izraelt. Ugye az Egyesült Államok és Izrael hetek óta várakoznak, hogy Irán és a Hezbollah milyen válaszcsapást fognak eszközölni a két magasrangú vezetőjük likvidálásáért. Mi állhatott az időzítés mögött, hogy a Hezbollah végül múlt hét vasárnapra tervezett támadást Izrael ellen? Azt mondanám, hogy tulajdonképpen több faktor is vezethette a Hezbollahot arra, hogy várjon egy picit a támadás azonnali végrehajtásával. Egyrészt van nekik egy sajátos síta ünnep, aminek a vége az Arbein, az annyit jelent, hogy 40, ez egy 40 napos gyászperiódus, ugye tudjuk, hogy a Hussein-Karbalai csata és ezzel kapcsolatos történések miatt tartanak ilyenkor komoly vallási ünnepséget, és ez a nap ilyenkor augusztus 25-ére esett, az jelenti a végét ennek a periódusnak. Másrészt az Egyesült Államok egy nagyon komoly katonaerőt telepített a térségbe, április 13-ai helyzethez képest, amikor egy haditengerészeti csapásmérő csoportosítást telepítettek a térségbe, az képest most kettőt, amihez még csatlakozott nukleáris meghajtású Ohio típusú tengeralattjáró, ami képes cirkárakétákat kilőni, tehát támadásra is képes, és egy partra szálló egységcsoportosítás is van Görögország partjainál, tehát nagyon komoly erőt telepített az Egyesült Államok, Izrael, és nyilván a saját bázisai megvédésre is, hiszen ne felejtjük el, hogy egy tucatnyi amerikai bázis van a térségben, több mint 50 ezer katonával normál esetben, amihez most még telepítettek mind repülőgépeket, mind pedig szárazföldi erőket is, elsősorban tengerészgyalogosokat. Tehát ez a kettő dolog, ami arra vihette a Hezbollahot, ugyan megígérte megbosszulni a legnagyobb katonai vezetőjüknek a halálát, de ezzel kiváltak egy ideig, és vasárnapra tervezték éjszakára időzítve a csapásokat, amit mind az amerikai, mind az izraeli felderítő eszközök, és hát ne felejtsük, hogy Izraelnek egy kiépített saját hálózata van. Dél-Libanonban sikerült bemérni, hogy mire készül a Hezbollah, azoknak a helyeit is nagyjából sikerült lokalizálni, és valóban körülbelül 100 repülőgéppel Izrael megelőző csapást hajtott végre ezekre az eszközökre, és meglehetősen sikeresen, hiszen a válaszcsapás a Hezbollah részéről körülbelül, hát két adatunk is van, mind Hezbollahos, mind pedig izraeli, 250-300 körüli repülőeszköz sikerült bevetnie, fegyver sikerült bevetnie Hezbollahnak, 11 célpontot támadtak, lett belőle izraeli veszteség is, tudjuk, hogy egy haditengerész életét vesztette, és anyagi károk is keletkeztek, de ezek nyilvánvalóan nem olyan jelentősek, mint hogyha egy valóságos rakétazuhatag zúdult volna Izraelre és az izraeli bázisokra. Ezek alapján akkor lehet azt mondani, hogy stratégiailag jó döntésnek bizonyult, hogy Izrael megelőző csapást mért? Mindenképpen ebben a helyzetben, amikor sikerül a célokat előzetesen bemérni, sikerül megelőzni az ellenséget, akkor ez egy nagyon operatív és nagyon hasznos lépés lehetett az izraeliek részéről. Ráadásul azt kell tudnunk, hogy a Dél-Libanonban elsősorban viszonylag rövid hatótávolságú eszközökkel van a Hezbollah fegyverkezve. Itt tudjuk, hogy van
a falak 1-2 rakéták. Ezeket úgy kell elképzelni, aki ismeri a haditechnikát, mint a sorozatvetőknek a rakétáit, tehát ezek nem irányított eszközök, ezeket kilövik, és a gravitációs úton, parabolikus röppáján majd valahol becsapódnak. Ezek a hatótávolsága 10-20 kilométer között van. És hát ahogy a 2006-ban is ezekkel az eszközökkel operálta a Hezbollah elsősorban, ezek tudnak nagyon gyorsan, és hát viszonylag nagy pusztítást végezni, hiszen csak megjegyzem, a Shahin rakéta az 333 mm-es kaliberű 13 kilométerre tudjon csak ellőni, de 190 kg robbanyagot visz a fejében, tehát egy komoly fejengetés jelent. Ezeket azt csinálta Hezbollah, hogy kisebb járművekre telepítették, dzsippekre, kis teherautókra, hogy minél több eszköz, minél több helyen legyen telepítve, és minél nyilván minden nehezebb legyen őket megsemmisíteni, de ennek ellenére egy sikeres légi kampányt hajtott végre Izrael, és jelentősen csökkentette azt a képességet a Hezbollah részéről, hogy csapás mélyen Izraelre. Természetesen sokkal rosszabb lett volna a helyzet, hogyha Hezbollah a teljes kapacitását használja, hiszen tudjuk, hogy vannak SCAD típusú rakétáik, most nyilván ezek nem pontosan a SCAD-ok, hanem kínai, iráni, észak-koreai utángyártások, de akkor is vannak ilyen rakétaeszközök, amik inkább Beirut magasságával az ország közepén helyezkednek el. Ezeket egyelőre nem használta a Hezbollah. Valószínűsíthető egyébként, hogy ezekkel is jól felvette volna a harcot a izraeli légvédelem, hiszen a legutóbb április 13-i támadáskor azért a rakéták jelentős részét sikerült, természetesen amerikai segítségre mégis sikerült még a röppáját pusztítani, és ezeket nagy részét lelőtték. A libanoni Hezbollah állítása szerint vasárnap befejeződött annak a támadássorozatnak az első része, amelyet bosszúnak szántak. Mi lehet a célja ennek a terrorszervezetnek azzal, hogy részletekben kívánja megtorolni Izraelnek katonai vezetők halálát, illetve milyen további csapásokra lehet számítani a Hezbollah részéről? Hát a jó hír az, hogy egyelőre úgy tűnik mind a két fél, mind Izrael, mind pedig a terrorszervezet elégedett ezzel a csapásváltással. Nasrallah bejelentette, hogy ez volt a bosszú, és hogy nagyon sikeres volt az ő csapás sorozatuk, ami hát legalábbis kérdéses természetesen. Izrael is bejelenti, hogy nagyon hatékonyan semlegesítették a Hezbollahnak az eszközeit, és mind a ketten egyre úgy tűnik, hogy nem kívánnak tovább menni ezen az úton, hogy további csapások történjenek, hanem visszatérnek a normál időzőtérbe, normál adokapok csapásokhoz a határ mentén. Ez meg a rossz hír, hogy nem oldott meg se a kitelepített izraeliek, se a kitelepített dél-libanoniak helyzete, és hát a háború egyelőre sem oldódott meg, hanem egy valamivel alacsonyabb fokozatba kapcsolt ennek a lángja, és hát hál' Istennek azt kell mondjuk, hogy nem csapódott át egy teljes körű háborúba, aminek nyilván az is oka, hogy az Egyesült Államok nagyon komoly erőket vonultatott fel. Ugyanakkor azt kell mondani, hogy az egész történetnek nincsen vége, hiszen Irán még nem lépett, és hát tudjuk, hogy az iráni vallási vezető bejelentette, hogy mindenképpen megtorolják Izraelnek a gyáva merényletét, időzőbe téve gyáva merényletét, amit Teheránban követtek el a Hamas vezetője ellen, és az ő részükről még nem történt semmifajta katonai lépés, tehát várható azért Irán részéről is, hogy meg fog történni valamilyen formában a bosszúállás, a visszacsapás. Ez nyilvánvalóan nehéz megítélni, hogy mi lehet. Lehetséges egy nagyobb volumenű művelet, mint ami volt áprilisban, de lehet egy kibertérben elkövetett támadás, vagy egy izraeli követség elleni merénylet.
Tehát egyről azt gondoljuk, legtöbben, akik szakértők foglalkoznak ezzel a kérdéssel, hogy iránykereső azokat az opciókat, amivel nem váltja ki se az Egyesült Államok, se Izrael olyan válaszlépését, ami egy magasabb léptékű eszkalációhoz vezethetne. Irán számára milyen üzenettel bírhat Izrael hétvégi megelőző csapása, módosíthatja mondjuk Iránnak a terveit? Módosíthatja Irán tervét, látnia kell az izraeli felderítés és az izrael-amerikai együttműködés mennyire gyümölcsöző tud lenni egy ilyen háborús adókapokban. Ugyanakkor hát azt kell látnunk, hogy Irán egy fanatikus vallási diktátor vezeti, aki nem biztos, hogy érdekli azt, hogy békésebb vizekre evezzen az egész közel-kelet, hanem megszállottan igyekszik Izrael létét veszélyeztetni, hiszen ő hozta létre a Hezbollahot, ő hozta létre a Hutikat, és mellette más proxerőket sorolna a térségben, és kifejezetten határozott célja Izrael eltörlése a földszínéről. Tehát amíg Irán nem változik, Irán politikája nem változik Izrael felé, addig mindig lehet arra számítani, hogy valamilyen formában konfliktusok újra és újra fellángolnak. Arra kell még gondolnunk, hogy hát sajnos a iráni rezsim a legnagyobb instabilizáló tényezőt jelentő a térségben, de ugyanakkor Iránnak arra is kell figyelni, hogy most már nem az a nagyon határozott támogatottságú vezetése bír, hiszen Iránnak egy komoly belső ellenzéke is van, a rezsimnek van egy komoly belső ellenzéke, akik nem hezitálnak a hangjukat hallatni, még ha egyelőre az elnyomó rendszer ezt kordájba is tudja tartani. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök nyilatkozott a történtek után, és azt mondta, hogy mindent megtesznek azért, hogy visszatelepítsék azokat, akiknek el kellett hagyni az otthonukat a Hezbollah korábbi támadásai miatt, illetve ön is említette, hogy Libanonba délről onnan is sokaknak el kellett hagyniuk a területet. Ön szerint mi mozdíthatná előre azt, hogy ezek a személyek visszatérjenek tekintve a konfliktus jelenlegi állását? Hát az kellene, hogy egy nagyon határozott nemzetközi fellépés több állam része, több naphatalom részéről történjen a térségben. Egyesült Államok az nyilvánvalóan hagyományosan próbálja rendezni a Pax Americana szerinti elképzeléseit a térségben, de egyedül már nem képes erre. És most azt kell még ehhez hozzátenni, ha jelenleg egy választási periódus előtt áll az Egyesült Államok, és ilyenkor hagyományosan befelé fordulnak, a belső problémákkal foglalkoznak, és kevésbé fókuszálnak a külpolitikára, tehát egy viszonylag gyengébb külpolitikát lehet feltételezni az Egyesült Államok részéről. Tehát, hogyha lenne egy olyan tárgyaló koalíció, nevezzük így, ami volt, aki például megkötötték az atomalkot Iránnal, az Európai Unió, Egyesült Államok, Kína, bele lehetne venni Indiát is nyilván, hiszen ő is egyre erősebben hallatja hangát a világpolitikában. Oroszország nem biztos, hogy szerencsés lenne, de esetleg csendes tárként őt is meg lehetne szólítani. És ez a koalíció azt mondaná, jó uraim, akkor itt van vége, tessék befejezni, és akkor megkezdeni a tűzszünetet, majd valamilyen béketárgyalásokat folytatni. Említette az amerikai választásokat. Ön szerint módosulhat valamelyest a demokrata pártnak az Izraelhez való hozzáállása, Izrael mögötti kiállása, amiatt, hogy a demokrata oldalon nem mindenki ért egyet azzal, vagy nyomást helyeznek a pártra, amiatt, hogy ilyen módon támogatja Izraelt? Izrael és az Egyesült Államok partneri viszonya hosszú évtizedekre nyúlik vissza, függetlenül attól, hogy milyen kormányzata volt az Egyesült Államok, demokrata vagy republikánus. Természetesen hangsúlyokban mindig van különbözőség. Jelenleg ugye a demokrata vezetés azt mondja, megvédi Izraelt, de támadó akcióban nem vesz részt. Ugyanakkor, ha mondjuk egy keményebb, vonalasabb amerikai vezetés lenne a Fehérházban, itt gondolok Donald Trumpra, aki egyértelműen jó baráti viszonyokat
ápol Netanyahuval, és határozottan nem szereti Iránt, akkor lehet, hogy egy kemény amerikai politika valósulna meg. Azt kell még látni, hogy sokan elfelejtik, hogy mind a két fajta szavazat számít az Egyesült Államokban, mind a muszlim, mind pedig a zsidó szavazat. Ugye New York és környékét szokták Izraelként is hívni, vagy zsidó államként is hívni, hiszen rengeteg befolyásos zsidó család ér alafelé, akik ugye szavaznak annak megfelelően, hogy az Egyesült Államok mennyire támogatja Izraelt, de azt is látni kell, hogy az Egyesült Államok nem csak Izrael támogatja, hanem támogatja a palesztinokat is, hiszen a Fatah vezette palesztin felszabadulási szervezet dollármilliárdokat kap az Egyesült Államoktól, a palesztinok legnagyobb pénzügyi támogatója az Egyesült Államok. És a mostani megosztott helyzetben, amikor tüntetések vannak egyetemeken palesztinok támogatására, és hát vannak ellentüntetések is, nyilvánvaló, hogy ez a két álláspont között kell a mindenkori Egyesült Államok kormányának manőverezni, nem fogja soha, hát soha, azt nem mondjuk azt, hogy soha, de az Egyesült Államok a jelenlegi politikai konstelláció nem fogja magára hagyni Izraelt, de hogy mennyire támogatja, az mondjuk tónusában változhat, mennyire ítéli el a telepek létrehozását Cisziordániában, vagy mennyiben ítéli el egy támadó akciót a Libanon területén, a Hezbollah ellen, ebben lehetnek hangsúlybeli eltolódások. Térjünk még ki egy kicsit a béketárgyalásokra, hiszen vasárnap kezdődtek a tárgyalások Kairóban Izrael és a Hamász küldöttjei között, amelyek azóta már meg is szakadtak. Mit lehet tudni az ott történtekről? Hát az nem nagy meglepetés, hogy megszakadtak, hiszen nagyon messzire van a két álláspont egymástól, mind palesztin, mind pedig izraeli oldalról olyan elképzeléseik vannak a tűzszünetről, amit a másik fél egyszerűen nem hajlandó elfogadni. Tehát olyan státuszába ért el a gázai konfliktus, amikor, hogyha azt mondja Izrael, hogy kivonul Gázából, akkor egyrészt a Netanyahu kormány erős kritikára fog esni a szélsőséges ortodox zsidó részről, másrészt ez egy gyakorlatilag lehetőséget ad a Hamásznak arra, hogy deklarálja, hogy ők győztek, túlélték a háborút, Izrael visszavonult, tehát gyakorlatilag győztesen kerültek ki a háborúba, és ezt Izrael nem engedheti meg. Másfelől Hamász oldalról, hogyha bejelentik azt, hogy tűzszünet van, és az izraeliek jelen vannak Gázában, akkor elismerik, hogy gyakorlatilag katonai vereséget szenvedtek. Ebben az összefüggésben még különböző elemek is, újak is megjelennek Izrael részéről, hogy mindenképpen ellenőrizni akarják a Philadelphia korridor, a Gáza felelő oldalát, másrészt pedig tudjuk azt, hogy Sinwarnak kiújult a rákbetegsége, és ki akar jutni Gázából valami arab államba, ahol kezeltetheti magát. Ez most nyilván nem visszaigazolt hír, hogy mennyire beteg, de azt tudjuk azt, hogy korábban agydaganata volt, amikor börtönben volt izraeli börtönben, akkor az izraeli orvosok mentették meg az életét, tehát elképzelhető, hogy újra előjött ez a baja. Ez újabb feltételt támaszt a Hamasz részéről, hogy a vezetőjük elkívánja épségben hagyni Gázát, ami az Izrael nem feltétel akar nyilván hozzájárulni. Tehát azt lehet látni, hogy messzire vannak az álláspontok, az amerikaiak nagyon erősen dolgoznak azon, hogy ezeket egymáshoz közelítsék, de egyelőre nincs a két fél között hajlandóság, hogy az ő félutukat megtegyék a megállapodáshoz. Említette, hogy a vasárnap történtek óta kicsit csitult a közel-keleti konfliktus, amiatt is, hogy mind az izraeli, mind a libanoni Hezbollah sikerként könyvelt el a történteket, de arra lennék kíváncsi, hogy hogyan értékeli jelenleg a közel-keleti konfliktus súlyosságát, és ezt azért kérdezem, mert eltérő véleményeket lehetett olvasni. Voltak például, akik szerint kifejezetten a további eszkaláció irányába tolták a történtek a közel-keletet, de például az amerikai vezérkari főnök, ő pont úgy nyilatkozott, hogy csökkent a háború kiterjedésének a közvetlen veszélye.
Itt egy picit pontosítanák a megyén, de ő a Brandtábornok azt mondta, hogy a Hezbollah és Izrael közötti háború lehetősége csökkent. Nyilván ő is hallotta a Nasrallah, mint pedig az Izrael vezetésnek a értékelését, hogy részekül egyelőre ennyi volt. Tehát nem kívánják tovább spirálni, tovább fokozni a helyzetet. Ugyanakkor meg lehet az eszkalációnak is az esélye, hiszen Irán még nem terítette ki a lapjait, hogy milyen módon próbálja majd megbosszulni a Hamas vezetőnek a halálát. Reménykedni lehet abban, hogy az a hatalmas katonaerő és az a hatalmas diplomáciai nyomás, amit az Egyesült Államok az utóbbi hetekben produkál, az visszatartja valamennyire Iránt, és olyan opciót fognak választani, hogy nem fogja lángba borítani az egész Közel-Keletet. Megvolt ennek az esélye, és még mindig megvan, de valamennyire már azért talán kisebb esélyekről tudunk beszélni, mint mondjuk egy-két héttel ezelőtt. Köszönöm a pontosítást, és köszönöm az interjút is. Tomolya Jánossal beszélgettük. Hálásan köszönöm.